Üdvözöllek a Shakespeare darálóban. Almási Zsolt vagyok. A téma most egy 2021-ben megjelent angol reneszánsz irodalom történet lesz. Miközben a kötetről ejtek szót, olyan kérdésekkel is szembe találkozunk majd, mint hogy kell-e az angol irodalom történetét újraírni. Nem elegendő-e, ha már létezik, sőt, több ilyen könyv is. Egyáltalán minek ezzel vesződni, ha a múlt az múlt szépen ott van változatlanul, akkor minek elmondani ugyanazt a történetet, amit már korábban mások is elmondtak. Vagy a múlt még sincs csak úgy ott? Ha ezekre a kérdésekre érdekel a válasz, kérlek tarts velem! 2021. decemberében egy hosszú évek óta tartó, elképesztően szép összefogáson alapuló munka folyamat végére értünk. A 2010-es évek elején született meg az ötlet, hogy készüljön el egy új angol irodalom története a magyar-anglisták összefogásából. Az ötlet gazdája Kállai Géza professzor volt, akinek 2017-ben bekövetkezett halála betöltetlen ürt hagyott maga után a magyar anglisztikában, és elbizonytalanított egy rövid időre a munkát. Géza kedves tanárom volt, majd doktori disszertációm témavezetője, kolléga és barát, aki nagyon hiányzik. És sajnálom, hogy az ötletgazdaság és a munkatetemes részének elvégzése után nem láthatta a gyümölcsöt egészében megérni. Azaz a nyomdából kijönni a művet. Az angol irodalom története, Pontosabban magyar története végül hét kötetesre nőtte ki magát a kiárat kiadó jóvoltából, amiből a második kötet 2021. decemberében hagyta el a nyomdát. Ez a második kötet az angol irodalom kora modern, kora újkori, esetleg más szóval reneszánsz korszakával foglalkozik, vagyis az 1480-as évektől a londoni színházak hivatalos bezárásáig, azaz 1640-es évekig tárgyalja azt, amit ma és vagy akkor irodalomnak tartottak. A kötet létrejöttén két főszerkesztő, Kis Attila és Szőnyi Györgyendre, négy szerkesztő, Matuska Ágnes, Péti Miklós, Pikli Natália és jó magam, valamint 21 szerző dolgozott több éven át, jegyzem meg, teljesen ingyen. A végeredmény pedig egy 501 oldalas könyv lett, ahol az egyes oldalak nagyméretűek, a margók meglehetősen keskenyek, a sorközök szűkek, a betűméret pedig szemet próbálóan kicsi. Az 501 oldalból csak a feldolgozott szakirodalom, elsősorban angol és magyar felsorolása, közel 40 oldal tesz ki. Ebben a pillanatban szinte hallom, hogy miért is volt szükség ekkora munkára, ha irodalomtörténetek rendelkezésünkre állnak, amelyek közül Szerbantalé töretlen népszerűségnek örvend. A válasz egyszerűen szólva az, hogy az angol irodalom történetét összefoglaló magyar munka mégsem áll annyira rendelkezésünkre. Másfelől pedig, bár mindig örömmel veszem kezembe szerbantal ö, művét, mégis az a helyzet, hogy nem lehet összehasonlítani egy nagy csapat szakértő munkáját egyetlen ember műveltségével. Még akkor sem, ha szerbantarról van szó amit Szerbantal hozzávetőlegesen 150 oldalon tárgyal, azt a jelen munka hét kötetnek amelynek egyetlen kötete több mint 500 oldal. Az egyszerű válasznál azonban létezik egy bonyolultabb válasz is. Tudnédik, hogy Szerbantal óta meglehetősen sokat változott az irodalomhoz való tudományos viszony. A kötet bevezetőjében a főszerkesztők így írnak erről – Idézem. Arra törekedtünk, hogy a kritikai gondolkodás és a kultúratudomány területein az elmúlt 30-40 évben lejátszódó nagy átrendeződések tükrében szemléltessük a koraújkor angol irodalmának legfőbb eredményeit. Egyúttal az irodalom történetéről és az irodalomról, mint kulturális gyakorlatról alkotott legújabb tudományos, elgondolások alapján igyekeztünk új, a magyar nyelven eddig létező áttekintéseknél korszerűbb képet festeni, az angol reneszánsz irodalmi és kulturális kánonjáról, illetve azokról a művekről, amelyek a magyar olvasók számára sokat jelenthetnek. Irodalomtörténetünk így szándékosan kitágítja az irodalmi jelenségek társadalmi mezőit, feltárja az irodalom határterületeit, az irodalminak tekintett művek szövegkörnyezetét képező anyagi kultúrát, a politikai, vallási, gazdasági folyamatok és ellentétek összefüggéseit. És így igyekszik árnyalni és sokfajta megvilágításba helyezni azt a szövegegyüttest, amit hagyományos angol reneszánsz irodalomnak szoktunk nevezni, Idézet bezárva. Miért van hát szükség újraírni az, az irodalom történetét? Elsősorban azért, mert a múlt nem csak egyszerűen ott van, hanem a történetírás minden esetben jelenvalóvá teszi a múltat. Ez a jelenvalóvá tétel azonban mindig egy bizonyos perspektívából, bizonyos céllal, bizonyos módszert annal történik meg. Ennél fogva, mivel az irodalomról való gondolkodás keretei az utóbbi 30-40 évben változtak, most valahogy máshogy látjuk az elmúlt korszak irodalmát. Például abban, hogy egyéb korabeli kulturális gyakorlatoktól nem lehet függetlenül kezelni. Éppen ezért az irodalom kulturális beágyazottsága, egyéb kulturális tevékenységekkel való kapcsolatainak megértése, Más fénybe állítja be az irodalmi művek értékelését is. Továbbá, pontosan a megváltozott látószög érdeklődés miatt az irodalmi kánon, vagyis egyszerűen szólva a legértékesebbnek kikiáltott művek köre is bővül, változik, és ezért kell újra gondolni a történetet korszakonként. A harmadik jellegzetessége a kötetnek, ami különösen időszerűvé teszi, az az, hogy nem egyetlen szerző perspektívája érvényesül az emlékezeti munkában, hanem egy csapat, amely magában foglal angol nyelvterületen élő és dolgozó, és Magyarországon élő ö, magyar, éret és pályájuk ele elején álló tudósokat is. Éppen ezért pedig az egyetlen nézőpont érdeklődés ízlés helyett a sokszínű, számos megközelítési mód érdeklődés és ízlés együttműködésének összehangolásának lehetünk tanúi ebben a kötetben. Az adott korszak irodalmát ennek alapján a következő módon tárgyalja a kötet. Az első nagy fejezet a Társadalom és műveltség címet viseli, és öt fontos fejezetben tárgyalja az adott témát. Úgy mint vallásosság, nemzeti identitás, kulturális regiszterek, szubjektivitás, tudomány, medialitás és annak feltárása, hogy a reneszánszban mi is minősült irodalomnak és kik által. A második nagy egysége a kötetnek immár azzal foglalkozik, amit szűkebb értelemben irodalomnak e, nevezhetünk, már mégpedig műnemek és műfajok, valamint azok médiumainak perspektívájából. Azaz a tanulmányok egy része a korabeli költészettel és irodalomelmélettel, a másik része a prózával, és a harmadik pedig a drámával, e, illetve annak. E, Színháztörténeti vonatkozásaival foglalkozik. A kötet harmadik egysége pedig arra a kérdésre keresi a választ, miért és milyen módon alakul a reneszánsz irodalom kultúra befogadása manapság, milyen intézményrendszer teszi egyáltalán lehetővé a reneszánsz irodalommal való találkozást, illetve hogy milyen újabb médiumok jelentek meg a befogadásban, mint például a filmes adaptációk, vagy a világháló hatása a befogadásra. A kötet szerkezetének és felépítésének ismertetése után jó lenne, ha minden fejezetet alaposabban is bemutatnék. Hogy mégsem teszem mindezt, annak két oka van. Egyfelől, Holnap reggelig sem végeznénk az egész kötet részletekbe menő tárgyalásával. Sőt, lehet napokig, hetekig gyógyulhatnánk rá a képernyőre. Mivel azonban nem mondom el, ez a videó is hamarosan befejeződhet mindenki megnyugtatására. Máshol pedig azt gondolom, hogy a könyv olvasásra készült, ezért olvasva adhatja a legtöbbet. Remélem, hogy amennyit elmondtam, felkeltette az érdeklődést. És akit csak érdekel a téma, elolvassa a kötetet. A kötet ugyanis hasznos lesz, kifejezetten hallgatóinknak, középiskolai tanároknak és diákoknak, és egyébként mindenkinek, akit az angol reneszánsz irodalom csak úgy általában érdekel. Remélem továbbá, hogy nem csak ismeretek bővítésére alkalmas ez a kötet, hanem arra is, hogy következő kutatógenerációknak feltüzelje a lelkesedését, muníciót és inspirációt adhasson az egyes résztémák további kidolgozására, valamint, hogy a nem tárgyal témákra is bukkanhatnak ebben a kötetben, és ezek iránt tanúsíthatnak oldhatatlan érdeklődést, hogy majd ők is újraírják az angol irodalom magyar történetét. Ugyan nem ismertetem a kötet tartalmát részletesen, szerencsére még így is marad egy kis utolsó köszönetnyilvánításra idő, vagy legalábbis megjegyzésre. Hálával tartozom Kállai Gézának és Bényei Tamásnak, aki e, átvette Géza halá, váratlan halála után a fő főszerkesztői munkát. Továbbá a jelen kötet minden hozzájárulójának, akik megmutatták és példát adtak arra, hogy együtt minden nehézség leküzdhető, hogy a tudományos közösség Létezik, és jól tud együtt dolgozni. Hogy a tudományos közösség az, ami a tudományt mozgatja, hitelesíti. Fontos ez manapság, az igazság utáni időkben, ahol tévhitek, álhírek, áltudományos tévedések befolyásolják az emberek gondolkodását. Zárójelzben jegyzem itt meg, hogy érdemes megnézni a Don't Look Up, Ne Néz fel című filmet ebből a szempontból. A tudományos közösség együttműködése pedig emlékeztethet mindannyiunkat a 15-17. századi humanisták barátságára, amely egyszerre táplálkozott a közös érdeklődésből, a tökéletességre való törekvésből és az egymás iránti tiszteletből. Mindezek után, Köszönöm a figyelmed! És ha tetszett a videó, lájkold, kattints a képre jobb alul a Shakespeare daráló YouTube csatorna követéséhez. Ha pedig az ébresztő ikonra is rákattintasz, értesítéseket kaphatsz az újabb videókról. Természetesen a kommentben várom a kérdéseid, megjegyzéseid, ahogy mindig. Viszlát a következő videóig, és addig is olvassuk az angol irodalom magyar történetét, különösen pedig ajánlom a második kötetet, ami a koraújkori angol irodalommal foglalkozik.